A majális ismét egy nagy közös felvonulással veszi kezdetét. 9:30-kor indul a menet a Petőfi szobortól egészen a sportcentrumig, ezt követően pedig kezdetét veszik az egésznapos, jó részt ingyenes programok. Látványos sportbemutatókkal és sztárfellépőkkel készültek a szervezők az idei évben is, valamint városunk ismert sportolóival személyesen is találkozhatnak a kilátogatók. Vannak meccsek során közös örülések, vannak lehetőségek egy-egy aláírás begyűjtésére, de közösen időt tölteni, együtt játszani akár, mondjuk egy dekázó bajnokságot a vidi élsportolóival, azért ez egy nem mindennapi élmény a gyerekek, a fiatalok számára, én úgy gondolom. És hogyha már arról beszélünk, hogy mi is a célja ennek a rendezvénynek, többek között az is, hogy mintát, példát adjunk és mutassunk a fiataloknak. Tavaly rendezték meg először a sportmajálist, a nagy sikerre való tekintettel idén sem maradhat el a rendezvény. A város vezetése minden fehérvárit arra buzdít, látogasson ki május 1-én a Bregyó Közi Sportcentrumba. Kulturális, zenei, táncos programmal is várjuk a fiatalokat, és elsősorban sport, az egészségre nevelés szeretetével és fontosságával. És hát úgy néz ki, hogy nagyon jó idő ígérkezik, nem hogy tavasz, hanem inkább nyári idő lesz a következő napokban. Biztos, hogy nagyon sokan készülnek a szabadba. Én azt kérem minden fehérváritól, hogy akinek még nincs programja, az válassza a sportmajálist. A Bregyóban, de a csónakázó tavon is számos programmal várják a kikapcsolódni vágyókat. A szervezők nem csak a sportkedvelőknek kedveznek. Wolf Kati és a The Flippers zenekar biztosítja majd a jó hangulatot, valamint ingyenes egészségügyi vizsgálatokon is részt vehetnek majd a majálisozók.